Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma szeretnék beszélni arról, hogy a gyógyulást milyen módszerekkel érhetjük el, a hitből való gyógyulást, hogy indíthatjuk el különböző módszerekkel, és ezzel kapcsolatban szeretnék nektek az első olyan igét felolvasni, a Jakab apostolnak a leveléből, az 5. fejezetnek a 16. verszakától. Azt mondja itt Jakab apostol: valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát nagyon fontos, hogy a hitből való gyógyulásnál az embernek vannak olyan esetek, amikor le kell rendeznie a bűneit, ahhoz, hogy tudjon a gyógyulást meg tudja tapasztalni. Ugyanis ugyanabban a megváltásban kaptuk meg a gyógyulást Istentől, a gyógyulásnak a lehetőségét, mint amelyik felajánlja nekünk a bűneink bocsánatára a lehetőséget. Tehát Jézus Krisztusnak a 2000 évvel ezelőtti engesztelő áldozata, ami a Golgotán történt, ott, ahogy hordozta a bűneinket, és felvitte a Golgotai keresztre testében a fára a bűneinket, ahogy mondja Péter apostol az első levelében, ugyan ebben a megváltásban azt mondja, hogy az ő sebeivel gyógyultatok meg. Tehát addig nem is volt egyébként betegség az embernek az életében, az emberiségnek a kezdetén, amíg Ádám és Éva el nem bukott és el nem esett bűnben, addig nem is találkoztak olyannal, hogy betegség. Tehát a betegség és a maga a bűn és a betegség, nem a te betegségedről beszélek konkrétan, hanem maga a betegség, mint egy közös, tehát a sok-sok betegség fajtának a gyökere, mint betegség, és maga a bűn is, mint nem egyéni bűnök, hanem mint sok-sok fajta bűnnek a közös gyökere, tehát a bűn és a betegség összetartoznak. Ezzel nem azt mondom, hogy most például lehet, hogy az a betegség, amivel küzdesz, az bűn miatt van, viszont attól, azért, mert van betegség az emberiség életében, vagy megtapasztal ilyet, hogy betegség, ez viszont szoros összefüggése van annak, hogy a bűn bejött ebbe a világba, egy ember által bejött ebbe a világba, és elhatott mindenkire, ugyanígy a bűn hozta magával a betegséget is, a megtapasztalását, hogy ilyen valahogy a fizikai testben rendellenességek elkezdjenek működni. Viszont éppen ezért, ahogy összetartozik a bűn és a betegség, és mondom, ezzel nem azt jelenti, hogy az a betegség, amivel küszködsz, az a bűnöd miatt lehet, mert nem biztos, hogy így van. Viszont ugyanaz a megváltás, ami a bűnre vonatkozott, és a bűnből mentett ki bennünket, és megszerezte a bűneink bocsánatát, ugyanez a megváltás magával hozta, hogy nem csak a bűneinktől tudunk megszabadulni, hanem a betegségeinkből is meg tudunk gyógyulni. Itt jelen esetben Jakab apostol a 16. verszakban mond egy olyan lehetőséget, hogy lehet, hogy ha ilyenről van szó, hogy egy bűn miatt történt betegség, akkor azt mondja, valljátok meg a bűneiteket egymásnak, tehát itt nem csak Istenre vonatkozik, hogy Istennek valljuk meg a bűneinket, hanem egymásnak, és azt mondja, hogy meggyógyuljatok. Ugye Jézus is a gutaütött embernek, akit leengedtek a háznak a tetejéről, és megbontották a tetőt, és leengedték ezt az embert, ezt a beteg embert, Jézus mielőtt meggyógyította volna, a bűneinre bocsánatot adott, és utána tudott jönni a gyógyulás az életébe, utána tudott bekövetkezni a gyógyulás az életébe.
Sőt, máshol ugye Jézus, a Jézus Krisztus a János apostolnak az ötödik evangéliumának az ötödik fejezetében azt olvassuk, hogy volt egy ember, akit meggyógyított, és azt mondta neki, hogy menjen el, de ne vétkezzen, nehogy rosszabbul legyen a dolga. Tehát van ilyen is. Nem azt állítom, hogy minden bűn betegséget hoz be, hanem a bűnnek a lényege és a betegségnek a lényege összetartoznak, és ahogy megkaptuk a bűneinkből a bocsánatot és a tisztulást, és kiengesztelte Istent Jézus Krisztus a bűneink miatt, ugyanebben az engesztelő áldozatban megszerezte számunkra, hogy a betegségekből is meg tudjunk szabadulni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk azt, hogy a megváltásban van benne a gyógyulásunk. Ez azt jelenti, hogy nem egy plusz fakultatív, vagy hogy mondjam, tehát egy plusz dolognak a felvétele az, hogy most megadtad Istenem, megadtad, hogy van bűnbocsánatom, megváltottál engem, és én ezt elhiszem. De ha akarod, még meggyógyíthatsz engem, ha esetleg lehetséges. Tehát Isten ugyanabban a csomagban adta át nekünk a bűneinknek a bocsánatát, és a betegségből való szabadulást is. Tehát ezt így kell látnunk, hogy innentől kezdve, hogy mi át tudjuk-e venni ezt, az már a mi hitünktől múlik, de megkaptuk Istentől ezt a lehetőséget, viszont ez nem egy, azt kell látnunk ebbe, hogy nem egy külön álló valami az Istentől való gyógyulás, hogy minden egyes esetben eltérhet Istennek a véleménye, vagy a döntése, hogy most ezt meggyógyítom, ezt nem gyógyítom meg. Ő már 20 éve keresztény, hitre jutott, őt meggyógyítom, a másik most ért meg, őt még nem gyógyítom meg, vagy túl sok a bűne az egyiknek, ezért nem gyógyítom meg, míg a másiknak viszont már olyan szent lett, hogy őt már mindenképpen meg kell gyógyítanom. Tehát Isten nem így szelektálja a gyógyulást, a hitből való gyógyulást, hanem mindenkinek lehetősége van arra, hogy átvegye Istentől a gyógyulását. Tehát mindenki attól függetlenül, hogy milyen helyzetben, milyen állapotban van, átveheti. Ha valaki mondjuk, pont az szokott lenni a probléma, hogy valaki azt mondja, már 20 éve megtértem, 30 éve megtértem, újjászülettem, és hogy én nem gyógyultam meg, miközben az az új megtérő, aki most mondjuk vízkeresztség által újjászületett, már úgy jött ki a vízből, vagy utána az ima után meggyógyult. És hogy lehet ez? Hiszen én már régóta járok az Úrban, ő meg csak most kezdte el, ő sokkal bűnösebb, mint én, vagy legalábbis a megszentelődés útján még most kezdett el csak járni, én meg így vagyok vele, és akkor miért nem? És meg kell látnunk azt, hogy kegyelemből van a gyógyulás, és nem azért, mert megszolgálunk érte, hanem azért, mert gyermekei vagyunk az Istennek, mert az Isten családjába, most hogy mondjam, tehát családtagok vagyunk, és ő ebbe újjászületés által hívott be, és nincsenek érdemeink, tehát a gyógyulás nem az érdemeink miatt van, ahogy a bűneinknek a bocsánata sem az érdemeink miatt van, hanem azért, mert kegyelemből Isten a Jézus Krisztus áldozatára építve kegyelemből átadta nekünk ezt. És aki él vele, és tudja gyakorolni a hitét, tehát nem azért, mert megcselekedte, hanem azért, mert tudja gyakorolni a hitét ebbe, és utána a hitből cselekszik olyan dolgokat, amivel még jobban felszabadul az Istennek az ereje az életében, de hit a lényege és az alapja, hogy át tudjuk venni
azt, amit Isten nyújt nekünk, és át akar nekünk adni. De hiába nyújtja a gyógyulást, ha mi nem vesszük el tőle, nem vesszük át tőle a gyógyulást, és csak várunk, hogy most valamit te csináljál, Istenem. De Isten meg azt mondja, most már te jössz, én már csináltam valamit, most már ki van nyújtva számodra a gyógyulás, most már a te oldaladon pattog a labda, és te vedd át ezt. És ugye nagyon jól tudja Isten, hogy mindegyikünk más-más hit szinten van, mindegyikünk más, tehát ugye más helyzetben vagyunk, van, aki testi, még ott van, hogy csecsemő keresztény, még testi, a másik már küzd a lelkével, hogy a lelkét is üdvösség alá vigye, most így mondom, ahogy ugye Péter apostol mondja, hogy ez a hitünknek a célja, hogy a lelkünket is üdvösség alá vigyük, tehát hogy ne azt csináljunk, amit akarunk, amit érzünk, ahogy éppen áll a fejünk, hanem rendeljük alá a lelkünket is Isten igéjének, és akkor a szellemünkbe és a szívünkbe levő üdvösség át tud menni, át tud hatni az embernek a lelkére. És ugye mi, és erről beszél, ugye János apostol, Pál apostol beszél arról, hogy vannak lelki emberek, vannak testi emberek, vannak szellemi emberek, tehát keresztények. János apostol beszél arról, hogy vannak csecsemő keresztények, vannak ifjak, tehát ilyen szellemileg, tehát ilyen keresztények, vannak vének, tehát akik érettségre jutottak már a hitben, ahogy járnak. Tehát sok-sokféle fajta, így mondom, keresztény ember létezik, és Isten mindenki számára rendelkezésére állította a gyógyulását, viszont ehhez a mi, tehát nekünk kell átvennünk ezt tőle, és persze van olyan, hogy a hívők betegekre teszik a kezüket, viszont akkor is hittel, amit kapott az ember, azt meg is kell tartania, és ahhoz is kell hitet gyakorolnia az embernek. Na nézzünk egy pár ilyen módszert, ha így mondom, hogy módszert, nézzünk egy párat, hogy mit adott Isten, de ennek mind a hit a működtetője. Tehát ezért nagyon fontos, hogy aktívan, tehát a szívünknek a lényege belül a személyiségünk aktívan dolgozzon a szellemünk azon, hogy át is vegyük. Ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan, mint egy boltnak az ajtaja, ahol nem 100 forintos bolt, hanem ingyen ajándékok boltja, és tele van gyógyulással minden szervre, az embernek a testrészére, és mindenféle jó dolgok vannak, és Jézus vére nyitotta ki a mennynek ezt a boltját, ahol minden ingyenesen elérhető mindenki számára, és ez az ajtó nyitva van. És igazából a hit, hogyha létrejön bennünk az Isten igének a hallgatásából, akkor egyszerűvé teszi az ember számára, hogy éppen amit megtámadta a betegség az embert, bemegy ebbe a boltba, átveszi, berakja a kosarába, kijön. És mert már fizettek érte, mert már Jézus Krisztus fizetett érte, tehát nem be kell állni a sorba, hanem azzal a tudattal megy be az ember, hogy kifizette Jézus Krisztus az árat, kifizette Jézus Krisztus a gyógyulásomnak az árát, kifizette a bűneim bocsánatára az árat, és minden más-más dologra is. Én meg csak oda megyek, megfogom, hát csak, ezt kell megtanulnunk, hogy hogyan. Oda megyek, megfogom, átveszem, és az az enyém. És mivel, hogy nem testi módon vettem át, hanem hitből, ezért a hitemben történik meg ez az átalakulás először. Tehát nem a tapasztalatomban, nem azt fogom nézni, hogy megragadtam a gyógyulásomat, ja, még mindig fáj, ja, még mindig érzem,
Ja, még mindig azt mondta az orvoshoz, hogy ez így van. Persze, úgy is lehet, a fizikai tapasztalati tények ezt mutatják, de a hit az nem a fizikai látható és tapasztalható dolgokra figyel, és a hit az nem ezek alapján dönti el, hogy most megvan vagy nincs meg, hanem a hit bemegy, átveszi, megragadja az Isten igéjéből, kihúzza, tehát azt a valóságát megragadja, megfogja, és azt mondja, ez az enyém. És most nem attól teszem függővé, hogy gyógyultnak érzem magam, vagy nem érzem magam gyógyultnak, vagy mit mondanak az érzéseim, vagy a leletek, vagy a különböző dolgok, tapasztalatok, fájdalmak, hanem belül a tudatába és a szívébe egyszer és mindenkor eldönt, hogy most meggyógyultam. Ahogy eldöntöttük, és ugyanígy ragadtuk meg az üdvösségünket is, hogy elhittük az evangéliumot, elhittük, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, feltámadt, és behívhatjuk őt a szívünkbe, és megnyithatjuk előtte a szívünk ajtaját, és üdvösséget kaphatunk tőle, és átvettük az üdvösséget. Tehát nem az történt, hogy megragadtam az üdvösségemet, átvettem, és utána másnap felkelek, és már nem érzem magam olyannak, hogy örök életem van, ezért újra és újra előre megyek a gyülekezetbe, és megtérek, mert nem érzem magam, hogy meg lennék térve. Tehát teljesen mindegy, hogy úgy érzem magam, hogy meg vagyok térve, vagy van-e üdvösségem, vagy úgy érzem magam, hogy nincs, akkor is hitből ragadtam meg az evangéliumnak a szavait, megvallottam a hitemet a számmal, Úrnak vallottam Jézust, és meg van írva, hogy aki tehát szívében hisz, és Úrnak vallja meg Jézust, ugye Pál apostol ezt írja a Róma levél 10. fejezetben, az üdvözül. Tehát teljesen mindegy, hogy érzed vagy nem érzed, üdvözültél. És nem megyünk mindig újra és újra megtérni a gyülekezet elé, hogyha nem érezzük ezt, hanem van üdvbizonyosságunk, és ezt nem engedjük ki az ördögnek a kezéből. Tehát odafigyelünk, hogy hogy járunk az Úrban, hogy a bűnök, a vétkek elkövetése által ne menjen el az üdvbizonyosságunk, hanem ezt megragadjuk, tartjuk, és tudjuk, hogy ha jön az ördög, és azt mondja, hogy mondjuk a gondolatokon keresztül, vagy más embereken keresztül, hogy nincs is üdvösséged, akkor csak nevetünk egyet, mert itt nagyon jól tudjuk, hogy Isten igéje alapján, és a hitből való cselekedet alapján, hogy hittel megvallottam Jézust, nekem az van, és kész. Tehát innentől kezdve, ki mit mond, az nem érdekel, mert az üdvösséget azt nem emberek adják, hanem Jézus Krisztus adja, és nem felekezetek, nem egyházak adják az üdvösséget, nem emberek, nem vezetők adják az üdvösséget, hanem egyes, egyedül csak a názáreti Jézus Krisztus képes üdvösséget adni, és ha az pedig úgy adja, hogy elhisszük, hogy ő kicsoda, hogy ő feltámadt a halálból, hogy ő Úr, és ezt megvalljuk a szánkkal, akkor azt mondja Isten igéje, hogy üdvözülünk, üdvösségünk van. Ezt ő adja, és ő csinálja ezt. Tehát ugyanígy van a gyógyulással is, hogy mivel hogy ugyanabban az áldozatban van benne a gyógyulásunk, és nem majd meg fogja csinálni Isten a gyógyulást, tehát megteszi majd a gyógyulásunkat, és nem neki kell majd a jövőben valamit, vagy most a jelenben valamit csinálnia, hanem a múltban megtette ezt, nekünk kell most valamit tennünk, nekünk kell most hinnünk, és nekünk kell a hitünk által beszélnünk, megragadnunk, és akár hitből cselekedni dolgokat. És ekkor fel fog szabadulni az a mennyei erő, ami megvalósítja a hitünknek a valóságát, áthozza ide
a tapasztalati világba, és másképp fognak működni a dolgaink. És meg azt látjuk, hogy egyszer csak elmúlt, vagy elindult a csökkenése annak a betegségnek, vagy egy pillanat alatt így eltűnt az a betegség, de lehet, hogy nem akkor, amikor imádkoztunk, hanem nem is figyelünk oda, csak egyszer csak azt vesszük észre, hogy nem is úgy működik a testünk, ahogy eddig a betegség alatt a rendellenességet megtapasztaltuk, megéreztük. Tehát innentől kezdve nekünk a hitünket kell, valamit kezdenünk a hitünkkel, ha már van hitünk és hitre jutottunk, akkor nekünk kell, a hitünkkel valamit csinálnunk, aktivizálnunk, működtetnünk, hogy utána minden más dolog, ami benne van a megváltásba, azt áthozzuk az életünkben. Na most erről szeretnék egy pár olyan dolgot csak érinteni, hogy a hitünket konkrétan gyakoroljuk is. Tehát ne csak az, hogy egy elméleti hit legyen bennünk, hanem hogy gyakoroljuk is a hitünket, mert a hitet nézi az Úr. Amikor például leengedték ezt a gutaütött embert a tetőről, akkor Jézus ott indult el az egésznek a megoldása, hogy Jézus azt mondja, felnézett és látta azoknak az embereknek a hitét. Tehát a hit az, amit néz Isten. Tehát a szívünkbe, amikor Isten foglalkozni akar velünk, akkor először azt nézi, hogy van benne hit, vagy nincs benne hit. A hit pedig egy nagyon egyszerű dolog, ez nem egy elméleti valami a hit. A hit az nem egy tehát nekem kell felturboznom magamban, hogy higgyek. Az egy nagyon egyszerű dolog. A hit az jön. A hit az úgy támad, úgy jön, úgy van ott az emberbe, hogy hallgatja az Istennek a beszédét. És automatikusan az Isten beszéde egy csatornát hoz létre, egy összeköttetést hoz létre az Atyával, az Istennel, a mennyel, a menny dolgaival, és ezt a csatornát nevezzük hitnek. És igazából ezen keresztül jönnek, úgy képzeld el, mint egy csúszdát, hogyha létrejön ez a hit a menny és a föld között, az életünk között, olyan, mint egy csúszda, amit a hitünkkel megragadtunk, az Úr oda rakja a csúszdának a tetején, meglöki, és hopp, már hozzánk is ér, és már itt van nálunk az a valóság, a hit. A hitről azt mondja Pál apostol a zsidók levélben, ez egy meggyőződés. A hit az egy látás. Tehát, hogy nem beturbozzuk magunkat, és ilyen lelkileg, pszichikailag próbáljuk, hogy most nagyon hiszek, hanem Jézus azt mondta, amikor a tanítványoknak mondja, hogy mondják a tanítványok, Jézus, növeld a hitünket. Erre azt mondja Jézus, nagyon egyszerű, odamész a hegyhez, és elkezdesz beszélni a hegynek, hogy hegy, menj arrébb. És ez a hit. Tehát így lehet növelni a hitünket, hogy egyszerűen gyakoroljuk, a szánkkal kimondjuk, és működtetjük. Tehát ez a hit. A hit az egy meggyőződés. Belül, a lényünkbe, szinte megmagyarázhatatlan módon meg vagyunk győződve arról, hogy ezek a dolgok léteznek, amiket megragadtunk. Nem azért, mert bebeszéltük magunkba a gyógyulást, hanem azért, mert Isten Jézus Krisztus által létrehozta ezt számunkra. És mivel hogy ezt tehát létrehozta, megszerezte a számunkra, mi átvesszük meggyőződéssel. Tehát nem egy ilyen magamba beszélem a gyógyulást, tehát nem arról van szó. Vagy addig mondom, és addig turbózom magam ebben, amíg az, tehát ilyen pszichikailag azt mondom, hogy na, van gyógyulás, és most pozitív beszéddel és pozitív gondolkozással elkezdem ezt mondani. Hát ez nem hit. A hit az, hogy ahogy hallgatod Isten igét, egy pillanat alatt egy meggyőződés jön létre, nem tudom, hogy vagytok vele, hogy ismerkedtetek meg, akinek van felesége, vagy férje, tehát hogy ismerkedtetek meg, mert van olyan, hogy egy meggyőződés jön létre, na ő lesz a feleségem. Vagy a másikban azt mondja, ő lesz a férjem,
És van egy meggyőződés benne, hogy na ez az. Érted? És nem azért, mert megmagyarázta, előtte lekonzultálta a félvilággal, hogy most ki legyen a felesége, meg a férje, meg ilyenek, hanem egyszerűen csak jött. És egyszer csak ott volt. És egyszer csak azt vette észre, hogy jé, hát ő lehet az, senki más. Tehát ez a meggyőződés egy pillanat így létrejön az embernek a benseibe, nem a fejébe jön létre. Mert amikor ilyen létrejön, akkor le se lehet beszélni az emberről, mert hiába mondják a szülők, vagy bárki más, hogy ne csináld, ne házasodj össze, meg ilyenek. Az ember ilyenkor nem is a fejébe van ez benne, hanem ez a meggyőződés belül a lényében van benne. Na ugyanígy van, a hit az ez, hogy egy belső meggyőződés, ami létrejött az emberbe, úgyhogy hallgatta az igét, és befogadta az Isten igéjét, és az ige hozta létre ezt a meggyőződést benne. Tehát látjátok, hogy nem egy ilyen beturbózás, ez nem ilyen New Age, nem ilyen, hogy pozitív beszéd, nem ilyen, hogy pozitív gondolkozásmód, meg ilyen dolgok, hanem egy nagyon egyszerű dolog. Leülsz, hallgatod Isten igéjét, olvasod Isten igéjét, és egyszer csak ott van, és nem csináltál érte semmit. És ez, hogy ott van, ez a meggyőződésből, ha utána így beszélsz ebből a meggyőződésből, cselekszel ebből a meggyőződésből, akkor egyszer csak megjelenik a hitnek a tárgya, jelen esetben, amiről beszélünk, a gyógyulás az életünkben. De ugyanígy működnek az anyagi áldások, az anyagi előrehaladás az embernek az életében, a családjában, a helyreállítás, ugyanígy működnek, vagy az, hogy az ember belül a személyisége átformálódik, és átalakul, új teremtésként éli az életét az ember. Tehát erről szeretnék egy pár olyan hitből való módszer, csak nagyon röviden megemlíteni nektek, hogy a gyakorlat már a következő napokban, hetekben már működjön, és ne a figyelmünk, ne a tüneteken legyen, ne a fájdalmakon legyen, ne a testünkön legyen, ne a reakciót, hogy a testünk reagál, ne a leleteken legyen, ne a latin mondatokat próbáljuk értelmezni az interneten, hogy mit is jelenthetnek ezek a dolgok, és akkor egy félelemmel vegyes aggodalmaskodással, hogy jé, hát ha ez ennyire érthetetlen, akkor biztos valami nagyon nagy probléma van, és ebből 100% nem lehet kijönni. Isten, nekünk van egy jó hírem a számodra, nekünk, a mi Istenünk úgy mutatkozott be, hogy ő gyógyító Isten. Tehát hozzá tartozik az, hogy ő nem csak beszél, nem csak tesz dolgokat, hanem gyógyít. És ő gyógyító. És ha reagálni tudunk, jól tudunk reagálni, akkor viszont meg tudjuk tapasztalni, amit az Isten igéje mond. Na nézzük az első olyan módszert, tehát hogy mi lehet ez. Az elsőnél azt olvassuk a Máté evangéliumának a 7. fejezetének, tehát ugye itt a hegyi beszédben, a 7. verszakától. Azt mondja maga Jézus Krisztus, és ugye tehát Jézussal, tehát az tuti biztos, amiről ő beszél, a 100%, hogy úgy van. Ő azt mondta, hogy amit ő mond, ő nem magától mondja, hanem amit az Atya mond neki, amit hall, arról beszél. Tehát Jézus Krisztus, amit mond, a 100%, hogy úgy van. 1000%, hogy úgy van. Ő azt mondja, mond egy ilyet, azt mondja, kérjetek, és adatik nektek. Ennyire, most azt mondod, hogy ja, ennyi, hát én egy csomószor kértem. De ne ilyen sablonosan kérjél. Tehát arra alapozva kérjél, hogy ő ezt mondta. Nem azért, mert mindenki szokott kérni, még azok is, akik nem hisznek Istenbe, ha olyan mély problémába kerülnek, vagy mélységbe kerülnek, még ők is kérnek Istentől, hogy megszabaduljanak. Hanem itt az Isten igéjére épül a hitünk. Értitek? Most mondok például egy kicsit ellentétes dolgot, hogy például
elindul a gyógyulás valakinek az életébe. Aztán látja, és megvallja, tehát elindul a gyógyulás, hitből való gyógyulás, gyakorolja a hitét, elindul a gyógyulása. És meg is vallja, meggyógyultam Jézus sebeivel, ezt mondja Isten igéje. Na most utána elkezdi tapasztalni, mondjuk, hogy jobban van. Ezután már azért mondja, hogy meggyógyultam, mert a tapasztalatta mondatja vele, hogy gyógyul. És ilyenkor megáll, meg tud állni a gyógyulásnak a folyamata, és vissza tud menni a régi állapotba. Miért? Mert levette a szeméről az Isten igéjét, tehát a szemét levette az Isten igéjéről, és már nem az Isten igéje miatt, és hitből mondja azt, hogy megvan, még annak ellenére is, hogy elindult a gyógyulás, hanem azért, mert a tapasztalat mondja azt, hogy megvan. Értitek? De ez már nem hitből van, hogyha már így csinálja az ember, hanem arra néz, hogy ja, a tünet jobban vagyok, tünetileg jobban vagyok, de nem ezért gyógyul meg az ember, mert tünetileg jobban van, hanem azért, mert Isten igéje ezt állítja az emberről. Tehát a hit az, ami az Isten igéjére van, tehát a hit az mindig az Isten igéjén áll. Az nem a tapasztalatokon áll, még akkor sem, amikor jól alakul a helyzet az embernek az életébe, nem azért hisz, hanem azért, mert az Isten igéje ezt mondja, attól függetlenül, hogy milyenek a körülményeim, mit tapasztalok, mit érzek. Ha jó vagy rossz, akkor is a hitem nem a körülményeimtől függ, hanem az Isten igéjétől. Tehát itt erről beszél Jézus, hogy kérjetek, és adatik nektek. Látod, tehát most például, hogy jön ki az Istennek a beszéde. Lehet, hogy eddig olvastad már ezt az igét, és lehet, hogy az elmédben ott is van. Viszont most, amikor azt hallod, hogy kérj, és megadatik neked, akkor most kérj, mert most adatik meg neked. Értitek? Tehát, hogy ne az elmédbe legyen, hogy valamikor olvastam a Bibliában, hanem a hit az mindig most van. Az nem azon van, hogy a múltban valamit megkaptam, és most azért kérek, mert volt már pozitív tapasztalatom. A hit az mindig most van. Most ragadom meg Isten igéjét, most veszem át az Isten igéjéből azt a valóságot és azt az áldást. Tehát ezért nagyon fontos, hogy azt mondja, kérjetek, és adatik nektek. Látjátok, ilyen egyszerű. Kijön az... Hát ilyen egyszerű. Hát ez nem ilyen egyszerű, de mégis Jézus Krisztus egyszerűvé tette. Kérjetek, és megadatik nektek. És azt mondja utána, a 8. verszak, mert aki kér, azt mondja, mind kap. Tehát ezzel a tudattal és meggyőződéssel legyél, hogy kapsz. Érted? Tehát nem úgy van, hogy kérsz, és nem kapsz semmit. Hanem ha kéred, akkor megkapod. Ha kéred, már most megkaphatod. Már most ott lehet az életedbe láthatatlanul az a dolog, amit kértél Istentől. Tehát nézd meg a János evangéliumnak a 15. fejezete, 7. verszak. Itt is mond ilyet Jézus, azt mondja, 15. fejezet, János evangéliuma, azt mondja, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Látjátok, hogy azt mondja Jézus, hogy a beszédnek kell benne maradni belül az ember szívébe, szellemébe. Tehát legyen a fejedben is az ige. Tehát legyen az elmédben is az ige. De a működés, a hitnek a működése az nem az elmében levő hit, vagyis az elmében levő ige alapján működik, és nem az elmében levő hitnek nevezett reménységen működik, hanem a szívben, amikor az Istennek a beszéde a szívben van benne, ez az, ami működteti, a szív működteti az Istennek a beszédét. A szív tudja létrehozni
az igének a gyümölcsét, a magnak a gyümölcsét. Ahogy a magvető elmegy vetni, és a földbe, a jó földbe veti a magot, és a jó földben a mag kikel, és lesz 30-60-100-szoros gyümölcse, ugyanígy az igének a magja nem a fejünk a föld, hanem a szívünk a föld. Ha a szívünkbe jön be ez a mag, akkor tud gyümölcsöt hozni. A fejünknek kell, tehát azért, hogy a reménységünket tudjuk, tehát hogy reménységben legyünk, reménységben maradjunk, kell, hogy legyen ige a fejünkbe. Csak nekünk tudnunk kell, hogy nem a fejünk működteti a hitünket, hanem a szívünk. És ha a szívünkben, erre mondta Jézus, hogy őrizzük a szívünkben az Úrnak a beszédét, a kijelentést, a rémát, azt az igét, azt a mondatot, és ez ott van a szívünkbe, és ezt újra és újra visszahozzuk, megvalljuk, és ott van a szívünkbe, akkor azt mondja Jézus, kérjetek akármit, az ige ott van bennetek, kérjetek akármit, és meg lesz nektek azt, amit kértek. Sőt, azt mondja, igen, azt mondja, meg lesz nektek, amit csak akartok. Tehát gondoljátok el, hogy itt van egy pont, amikor ha az ember őrzi az igét, és az ige azonosul benne, tehát az emberrel, akkor van egy pont, amikor azt mondja az Úr, hogy legyen meg, ahogy te akarod. És ez már egy óriási dolog. Amikor nem mi nézzük azt, ez egy szint lépés, amikor nem azt nézzük, hogy ő mit akar, és csak azt csinálja meg, hanem ő azt nézi, hogy mi mit akarunk, és ő azt megteszi. Fú, ez nagyon durva. Ez nagyon nagy dolog, hogy ilyen van, és van ilyen, és ezért őrizzük a beszédet. Az Úrnak a beszédét meg úgy tudjuk őrizni, hogy a szívünkben van, és az életvitelünket, az életünket alárendeljük az Istennek a beszédének. Tehát nem csak az elménkben van, meghallgattuk, elmentünk, ennyi volt, nem csináltunk semmit, hanem őrizzük. Az őrzés azt is jelenti, hogy az élet vitelemet is átalakítom annak megfelelően, hogy az ige bennem tudjon maradni. Ha ezt nem csinálom meg, nem teszem meg, akkor az ige elmegy. Tehát úgy értem, hogy elmegy, hogy olyan, mintha elpárologna, és ez volt ott, és nincs ott. És én az elmémben ott maradt még a fejembe, és azt hiszem még, hogy jól hiszek, miközben a szívemből elpárolgott annak a valósága. Tehát ezért éljünk olyan életvitelt, amivel meg is őrizzük az igét bennünk. Ne csak azt mondjuk, hogy voltam a gyülekezetben, kaptam igét, ott van, és a többi, mert lyukas zsákra, tehát nem lehet gyűjteni, mert hiába megy be a magvető, hiába veti a magot, hogyha lyukas zsákba vet, az ugyanúgy, ahogy halad az ember, kimegy a zsákból az a mag, és nem tud vele mit kezdeni. De ő azt hiszi, hogy ott van, de már nincs ott. Tehát ezért kell nekünk az életünket is úgy élni, hogy őrizni tudjuk az igét magunkba. És látod, hogyha ez meg sikerül, és őrizzük az igét, akkor azt mondja, hogy bármit kértek, meg lesz nektek. Bármit. Akármilyen betegségben vagy benne, bármit. Meg lesz abból a gyógyulás. 16. fejezetnek azt olvassuk a 16. fejezet 23. verszaka. Azt mondja, és azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről, mondja Jézus. Azt mondja, bizony, bizony. Tehát amikor Jézus azt mondja, bizony, az tuti biztos. Amikor kétszer mondja azt, hogy bizony, bizony, akkor ott az egész világ mindenség erre van felépítve, és az tuti biztos, ha ez megrendülne, akkor meg kéne, hogy szűnjön az életnek is, meg mindennek is. Azt mondja, bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától, az én nevemben megadja nektek. Tehát az Úrnak a nevében. Tehát azt mondja, megadja nektek. Látjátok, hogy ő ennyire megnyitotta, ennyire átadta, a nevét átadta nekünk. Tudjátok, a név használat. Amikor elmész egy hivatalos ügyet intézni, akkor kell egy felhatalmazás, hogy legyen nálad,
mert különben semmit nem tudsz elintézni. És kell, hogy ott legyen nálad egy papír, hogy aláírta a felhatalmazó, hogy használhatod, az ő nevében járhatsz el, és az már jogilag minden olyan, mintha te, tehát ha te adsz felhatalmazást, akkor mindenben olyan, mintha te lennél ott, de nem te vagy ott, valaki más van ott, más intézi azt az ügyet, de a felhatalmazó, a felhatalmazás által az, hogy a nevét átadta, és aláírta ezt, és átadta a nevét, hogy használja az az illető, aki birtokolja a felhatalmazást, akkor minden, tehát minden kormányzati szerv, és a többi elfogadja ezt, hogy ott az aláírás, tanúk vannak rá, vagy ügyvédnek a pecsétje van rajta, vagy bármi, de elfogadják, hogy te az ő, olyan, mintha ő lenne ott azon a helyen. Na hát, ilyen, amit Jézus Krisztus a nevével tett. Ő átadta nekünk a nevét. Apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy Isten azért küldte az ő fiát, hogy a nevének népet szerezzen. Tehát mi Jézus Krisztus nevének a népe vagyunk. Felhatalmazást kaptunk arra, hogy Jézusnak a nevét használjuk. És amikor használjuk ezt a nevet, akkor olyan, nem hogy jó, igen, tehát ott akkor az olyan, mintha Jézus Krisztus mondaná azokat a szavakat. Olyan, mintha maga Jézus Krisztus kérné a mennyei atyát, amikor te kéred a Jézusnak a nevében. Tehát ez így működik, és ezért maradjunk benne ennek a névnek a használatában, mert például voltak a Skéva fiai, akik csak látták, hogy működik ez mondjuk Pál apostolon Efézusban. És ugye az apostolok cselekedetei le is írja, hogy látták, hogy ja, ez így működik? Hogy így lehet használni Jézus nevét, és Jézus nevére kimennek a démonok? Hát mi is használjuk a Jézus nevét. És erre a romlásukra lett az, hogy elkezdték használni, mert azoknál nem működik. Értitek? Tehát ha megtértünk, újjászülettünk, az életünket hozzáigazítjuk az Isten igéjéhez, akkor, ha használod Jézusnak a nevét, megjeleníti magát Jézust abban a helyzetben. Tehát a név, a névvel megjeleníted ott a jelenbe magát Jézust. És olyan, mintha Jézus, tehát, és nem csak olyan, mintha Jézus lenne ott, hanem a neve által ott van, mert a név az hordozza a szemét. A név az tehát te is, amikor beszélsz valakiről, és vagy valakit megemlítesz, és azt mondod, elmondod a nevét annak az embernek, már konkretizálod ott abban a helyzetben azt az illetőt. És ugyanígy Jézus Krisztusnak, tehát megjeleníted Jézust abban, tehát abban a helyzetben. Remélem jól fogalmaztam így meg, vagy érthetően. Tehát ezért fontos, hogy ne csak szajkózzuk. Ha mindig szajkózzuk, uram, 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 akkor nem működik, mert elkoptatod az élét. Érted? Tehát, hogy ha mindig mondod Jézusnak a nevében, ezért rossz, tehát ilyen hamis prófétás, azt mondja az Úr, azt mondja az Úr. A végén, mire tényleg mondaná az Úr valamit, addigra kikoptattad az élét, és már nem működik, mert annyira a negatív, tehát nem működött a valóságban, mert hiába az ember a saját szívének a tartalmát mondja ki, vagy a vágyát mondja ki, és rá akarja tenni, hogy ez az Úr mondta, elkoptatod a Jézusnak a nevét a szádban. És olyan lesz, mintha mondjuk valaki megtanít, most bocs, hogy így mondom, bocsánat, hogy egy papagájt megtanít arra, hogy Jézus nevében, és vannak ilyen beszélő papagájok, hogy megtanítod, és el is mondja azt, hogy Jézus nevében, de ettől nem fog működni a Jézus neve. Értitek? Mert van egy belső motor, a szív, ami miatt működik az egész, és az Isten igéje alapján működik az egész. És ha így mondod ki, tehát ezzel a hittel, amit
a szívből származik, és nem az elméből, akkor viszont működik. És erre azt mondta Jézus, hogy az én nevemben, ha kértek, működni fog. Tehát most meg tudunk állni, ha már erről volt szó, most megállhatunk ebben a pillanatban, és mondhatjuk azt, hogy most kérjél Jézus Krisztus nevében az Atyától. Most megállok egy fél percre, és ezzel a hittel, ami most, ahogy hallgattad az Isten igéjét, mondd meg az Atyának, hogy mennyei Atyám, én most Jézus Krisztus nevében kérem tőled a gyógyulásomat. Te látod ezt és ezt a betegséget, vagy te látod ezt és ezt a helyzetemet, és most Jézus nevében kérek az Isten igéje alapján, mert a te fiad Jézus azt mondta, hogy ha az ő nevében most kérek, megadod, meg lesz az, amit kértem, megtörténik. Ezért én ezzel a hittel kérem, hogy Jézus, gyógyíts meg! Jézus nevében kérlek, mennyei Atyám, gyógyíts meg! Tehát, és ez egy módszer, hogy átvedd a gyógyulásodat. És azt mondja Jézus, meg lesz. Tehát most már az elménket rákészíthetjük, a várakozásunkat, a reménységünket, rávihetjük, hogy várjuk ezt, ez meg fog lenni. Ez, tehát a tapasztalat, ez már most bejött ez a valóság, de át fog menni, tehát a tünetek, a különböző dolgok a testünkben, az erő, és a többi, az életerő a testünkben, ez meg fog újulni, és ezt meg fogjuk tapasztalni. Tehát a tapasztalatunkban a múltban lesz, de már most megragadtam, mert Isten igéje alapján tudom, hogy meghallgatott a mennyei Atyám. Ez most már megvan. Tehát ez az egyik, amit Jézus nevének a használata. A második, amit itt mond a 14. fejezetben, azt mondja Jézus a 13. és a 14. verszakban, azt mondja, hogy és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt. Ez más, mint amit az előbb mondtam nektek. Azért más, mert az előbb azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta, kérjetek az én nevemben, és a mennyei Atyám megadja azt nektek, és meg lesz az, amit kértek. Itt a 14. fejezetnek a 13. és a 14. verszaka hasonlít az előbbi kéréshez, de ez már inkább nevezhető követelésnek Jézus nevében. Tehát nem kérés az Atya felé irányul, hanem ez a helyzetre való követelés, egy betegségnek szólok a Jézus nevében, mert azt mondja Jézus, akármit kértek majd az én nevemben, és látjátok, itt nincs az, hogy Jézus, tehát hogy az Atyától, itt azt mondja az én nevemben, és mit mond? Megcselekszem azt. Tehát Jézus ott abban a helyzetben megcselekszik valamit. Tehát ez nem az előző kérőima, hogy kérjetek és megadatik nektek, és az Atya ad nektek, hogy az meglegyen, hanem itt azt olvassuk, hogy Jézus nevében kérünk, tehát használjuk Jézus nevét, inkább úgy lehetne ezt fogalmazni, hogy követelünk Jézus nevében, és azt olvassuk, Jézus megcselekszi azt. Tehát az ő nevében való követelés által Jézus belenyúl abba a helyzetbe, és megcselekszik valamit. Utána azt mondja 14. verszak, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Például betegség. Tehát szólok, már nem az Atyának mondom ezt, mert az Atyától az előbb kértünk, hanem itt arról van szó, hogy Jézusnak a nevét használom, amit mond a Filippi levélben Pál apostol, hogy olyan nevet ajándékozott az Atya Jézus Krisztusnak, amely minden név fölött való név, amely névre meg kell, hogy hajtsa a térdét a mennyeieknek, tehát az égieknek, a földieknek és a föld alatt valóknak. És ez a név minden név fölé lett rendelve. Márpedig a betegségnek van neve. Márpedig a betegség itt van a földön. A mennyben nincs betegség. Itt a földön van.
Tehát azt mondja itt Pál apostol a Filippi levélben, hogy Jézusnak a neve az, amikor elhangzik és követelünk Jézus nevében, akkor kénytelen a földi, tehát az égi, a földi és a föld alatti dolgok meghajtani a térdüket. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a fajta kérés, idézőjelbe, ugye ez a követelés igazából, ez az ellenségre irányul, és követeljük vissza a názáreti Jézus nevében a gyógyulásunkat, követeljük vissza az egészségünket, követeljük vissza a názáreti Jézus nevében az anyagi dolgainkat, áldásunkat, amiben az ördög. Azt olvassuk, Jézus azt mondja 10. fejezetben János evangéliumában, hogy lopni jön, ölni jön, pusztítani jön. Ezzel a fajta imakéréssel, a követeléssel, most így mondom, amikor Jézusnak a nevét használjuk, ezzel a fajta módszerrel visszaköveteljük a Jézus nevében az egészségünket. Visszaköveteljük a anyagi javainkat. Visszaköveteljük a gyerekeinket, visszaköveteljük, hogy az ördögnek a kezébe kerültek, vagy nem tudom, miket csináltak, követeljük a Jézus nevében, hogy sátán ad vissza, betegség, tűnj el a Jézus nevében, követelem az egészségemet. Sátán, vedd le a kezedet az anyagi életemről, követelem azt az összeget, pénzt, amivel megloptál, megraboltál. A Jézus nevében követelem, add vissza. Értitek? Tehát erre mondta az Jézus, hogy akármit kértek, vagy követeltek az én nevemben, én megcselekszem. Tehát ebben a pillanatban a név felszabadít egy olyan erőt, tehát Jézusnak a cselekvő képességét, vagy hogy mondjam, tehát most is tud cselekedni, de a helyzetünkbe bele tud avatkozni, és ahogy megdorgálta a Józsua főpapnál, ugye a Zakariás könyvében, amikor a sátán ott állt a Józsua főpap jobbján, és tehát vádolta a Józsuát, és koszos ruhába volt a Józsua főpap, és azt mondta, hogy dorgáljon meg téged az Úr, mondja az angyal, aki ott ült, és mondja, hogy dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. Tehát Jézus jön, és megdorgálja az ördögöt az életünkben, és a családunkban, a helyzetünkben, munkahelyi dolgokban, bármibe, tehát kérjük, ezt követeljük, és megdorgálja az Úr az ellenséget. Tehát még az előző imánál, inkább, tehát ott az atyához szóltunk Jézus nevében, ennél az ima fajtánál, ima típusnál az ellenségtől követelünk, és Jézus megcselekszi azt, olvassuk. Tehát ez volt a második, csak megy az idő, és most gyakoroljuk ezt is. Tehát mondd ki most a következő fél percben, hogy a názáreti Jézus nevében, most csak mond, tehát én csak úgy mondom, de ami neked, tehát hogy követelem a Jézus nevében egészséget, sátán, hagyd el az egészségemet, hagyd el a testemet, és követelem az egészségemet a Jézus nevében. Betegség, hagyd el, vagy anyagi helyzetre, Jézus nevében követelem, vagy a férjedet, ha elvitte, tehát, vagy valami történt, követeld vissza, hogy Jézus nevében a paráznaságtól követeled vissza a férjedet, hogy visszajön hozzád. Most csak mondtam valamit, nem tudom. Tehát sok-sokféle probléma tud lenni. De ez az ima típus ezekrehez a problémákhoz szól, és követeli vissza azt, amit Isten az embert akarja megáldani. Tehát ezért nagyon fontos ez a fajta típus, ima típus. Na nézzük a következőt. A harmadiknál. A Máté evangélium 18. fejezetnél olvassam a 19. és 20. verszakot, tehát Máté evangéliuma 18. fejezet, és itt olvassuk a 19-20-ban. Mit olvasunk itt? Hogy van egy nagyon jó módszer, hogyha ketten
egy akaraton vannak, akkor azt megadja az atya, bármit kérnek. Ha sikerül, tehát a férjeddel, a feleségeddel, a barátoddal, a testvéreddel, valakivel egy akaraton lenni egy dolog felől, akkor ebben az ima típusban megkapod, ott akkor, abban a helyzetben, amikor kéred, megkapod. Ugye, na nézzük meg itt a 18. fejezetnek, azt mondja Jézus, hogy azt mondja 19-20, ismét mondom nektek, hogyha ketten közületek, tehát közületek, ketten, azt mondja, egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek. Tehát nem kell mindenben egyezni, tehát ami a földön létező életnek a dolgaival. Azt mondja Jézus, egy dologban kell megegyezni, minden, amit kértek, abban kell megegyezni. Tehát, hogy azt mondja, minden, azt mondja, egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek. Tehát nem kell ráerőltetni mindenkire, hogy ez az én akaratom legyen a te akaratod is. Tehát nem így működik ez, hanem itt a kérésekre vonatkozik, az ima kérésre vonatkozik. Ha te meg tudsz velem egyezni, hogy te ebben egy akaraton tudsz lenni velem, akkor ketten ezt a dolgot megbeszéljük, átbeszéljük, és egy akaraton ezt fogjuk kérni az atyától. És ez azért jó, mert a két embernek az egységben való imája, az nagyon nagy szellemi erőket szabadít fel. Sokkal többet, mint ha egy ember kérni. Ezért jó, hogyha a házaspárok, tehát a férj, feleség együtt tud lenni dolgokban, egységben tudnak lenni az imakérésbe, mert azt olvassuk például a Mózes könyvébe, Józsué könyvébe, azt mondja, egy elűsz közületek ezret, mondja Isten Izrael fiainak. Azt mondja, egy elűz ezret közületek, ketten pedig azt mondja, tízezret. Tehát nem, hogy megduplázódik a szellemi erő, nem, hogy megduplázódik a siker, nem, hogy megduplázódik amit a cél, hogy elér az eredmények, nem megduplázódnak, hanem hatványozódnak. Értitek? Tehát, hogy ezer, nem az lesz, hogy ketten akkor 2000-et fognak elűzni, mert ha egy el tud üzni ezret, akkor ketten, ezer meg ezer az akkor 2000, hanem ha két ember meg tud egyezni, azt mondja, 10000-et tud. Nem ezret, hanem 10000-et. Tehát óriási hatalom van az egységben, az egy akaraton történő imában. Ezért ne veszekedj a férjeddel, ne vitatkozz a feleségeddel. Pontosan ezért nem tudnak megtörténni dolgok, mert nem vagytok egységben, egy akaraton dolgok felől. Ha meg tudnátok tenni, hogy a sérelmeket, meg egyéb dolgokat hátra szorítani, és megállapodni abba, hogy egységbe legyünk, és együtt kérjük, akkor csodákat fogtok megtapasztalni, és csodákat tapasztalunk meg az életünkben, ha ezt meg tudjuk tenni, és a sérelmeinket, meg sok-sok dolgot a hátunk mögé tudunk vetni, és ki tudunk jönni dolgokból, anyagi helyzetből, a család nehézségekből. Mert mit mondott Jézus? Azt mondja, minden dolog felől, amit csak kérnek, tehát akármit, amit csak kérnek, ez a két ember, ha összefog, egy akaraton lesz, bármilyen dolog felől, amit csak kérnek, bármilyen dolog felől, azt mondja, megadja nekik az én mennyei atyám. Nem meg fogja adni, hanem ott abban a pillanatban, annak a két embernek az imája közben megvalósul az a dolog. Tehát hitben megtörténik az áttörés, és az egész szellemvilágban is megtörténik az áttörés. És azt mondja, miért nem mit mond? 20. verszak, mert ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tehát amikor két ember meg tud állapodni, azt mondja, ez azért van, mert ugye azzal magyarázza,
hogy a két embernek az egy akaraton való bármi dologgal kapcsolatos imája megvalósul, ezt úgy magyarázza, hogy mert. Miért mond? Mit? Mert. Mert ott vagyok. Ahogy ketten a férjeddel, vagy a testvéreddel, vagy hittestvéreddel, vagy bárkivel meg tudsz egyezni abba a dologba, ott van Jézus, és oda már lejön az az áldás, amit kértél, kértetek együtt. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a férj, meg a feleség, vagy a barátok, ismerősök, hittestvérek, vagy bár, tehát így egy egységben, egy akaraton tudjanak lenni, mert ott van Jézus, az az ima közben, ott van Jézus, és megvalósul az imának a kérése, ott helyben megvalósul. Nem majd megfog 5 év múlva, meg 1 év múlva, hanem ott megkapod rá a választ. De sietnem kell, tehát ez volt a harmadik. A negyedik ilyen, amiről olvasunk, ugye a Márk evangéliumának a 16. fejezete, ugye ezt érintettem is részben, viszont most ugye a névvel kapcsolatban, 16. fejezetben, a 17. és a 18. verszak, mit mond? Azokat, akik hisznek, azt mondja, az én nevemben, tehát most nem akarom végigolvasni, hogy még miket csinálnak, hanem azt olvassuk, hogy betegekre teszik a kezüket, ráteszed a kezedet, betegekre teszed a kezedet, és azt olvassuk, hogy meggyógyulnak. Tehát tuti biztos, hogy meggyógyulnak. És van, én nem tudom, hogy működik ez, tehát mert nem a kéz, tehát a kézben most mi van benne, tehát most, de mégis működik valahogy, hogy amikor például azt olvassuk a Márk evangéliumában, azt olvassuk a 6. fejezetben, azt mondja itt Istennek a beszéde, amikor Jairus, azt hiszem, a 6. 13. verszakban azt olvassuk, hogy sok ördögöt kiűztek a tanítványok, olajjal sok beteget megkentek és meggyógyultak. Tehát, ja igen, mert itt arról akartam beszélni nektek, hogy a Jakab apostol is ott az 5. fejezetben azt írja, hogy a vének kenjék meg olajjal a beteget. Az is kézrátevés. Itt is azt olvassuk, hogy olajjal megkentek embereket kézrátevéssel, és meggyógyultak emberek. A Jairus, az külön úgy ment Jézushoz, ugye ez a zsinagóga vezető, az külön úgy ment Jézushoz, hogy azt mondta Jézusnak, Jézus, gyere, az én lányom halálán van, és gyere, tedd rá a kezedet, és meggyógyul. Tehát valahogy a kéz rátevésben van egy valami felszabadul, de az Isten igéje alapján. Nem azért, mert mi csoda emberek lennénk, nem azért, mert mi hordozzuk a gyógyulást, hanem igazából a kéznek a rátevése az valahogy egy mennyei kapcsolatot, csatornát teremt Isten és a beteg között. És ez egy csatornaként működik az embernek a keze, ahogy az áldásban is, hogy ahogy olvassuk, hogy Jákob megáldotta ugye Józsefnek a két fiát, Manasét, Efraimot, rátette a kezét például. Rájuk tette a kezét. És az áldás működött. Abban a pillanatban az a szellemi valóság átment a kéz rátevés által. De ugyanígy, amikor Izsák rátette a kezét Jákobra, és úgy küldte el Lábánhoz, akkor ugyanúgy kéz rátevéssel átment az áldás. Most ezzel nem azt mondtam, hogy most így mondva boldog-boldogtalanra tedd rá a kezedet, mert a kéz rátevésre vigyázni kell, mert visszaüt, a szellemi erők visszaütnek a kéz rátevés által, illetve tud átadni az ember olyan szellemi erőket is, ami pluszba átmegy abba a testvérbe. Tehát meg kell nézni, hogy ki teszi rám a kezét. Tehát ha nem sikeres az az ember, akkor ne tegye rám a kezét.
Vagy olyanra nem teszem a kezem, megnézem a szellemi erőket, hogy visszaüssön, mert ráteszed a kezed egy parázna emberre, mert te úgy vagy vele, hogy imádkozol érte, aztán csodálkozol, hogy elesel házasságtörésbe, vagy paráznosságba. Vagy ilyesmi. Tehát vigyázni kell. Tehát az egyházba általában inkább szellemi emberek, vagy szolgálók, vezetők jó, hogyha gyakorolják, de nagyon kell vigyázni, mert különben egymást vissza lehet húzni, hogyha a gyülekezetben mindenki mindenkire ráteszi a kezét, akkor nem csodálkozunk azon, hogy egy idő után a gyülekezetben mindenki ugyanazokba a bűnökbe és ugyanazokba a dolgokba lesz benne, mert ugyanazokkal a problémákkal fog küszködni, mert visszahúz. Mert hiába jót akar az ember, a kézrátevés az egy alaptanítás, a keresztény alaptanítás, hogy erre vigyázni kell, mert szellemi erők működnek a kézrátevés közben. És lehet kapni, bocs, hogy így mondom, de démonokat is közben, ha nem figyel az ember. És ezért vigyázni kell. De itt, amiről beszélek, inkább itt visszatérve, hogy szellemi erők működnek, viszont magunkkal kapcsolatban nincs semmi gond, ha magamra ráteszem a kezem, amikor mondjuk érzem, hogy valami nem stimmel, fogom és mondom, Jézus nevében meggyógyulok. És meggyógyultam, és átvettem Jézustól a gyógyulásomat. És ráteszed a kezedet magadra, most is ráteheted a kezedet magadra, a fejedre, és ahogy Jézus mondta, az én nevemben, és hogyha betegség van benned, úgyis azt mondta, az én nevemben betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak. És akkor mondhatod azt, hogy Jézus nevében én most a kezemet rátettem magamra, és meggyógyulok. Mert meggyógyultam Jézus sebeivel, és megtapasztalom a gyógyulást az életembe. Tehát lehet használni a magunkkal kapcsolatban, meg a családtagjainkkal, érted, a férj, tehát apa vagy a gyerekekre, a feleség is, a gyerekekre ráteszi a kezét, vagy egymást meg tudjuk kérni, egy családban vagyunk, tedd rá a kezedet, most ezért imádkozzunk együtt, a gyerekre ráteszed a kezedet, imádkozol, az unokádért imádkozol, tehát lehet kézrátevéssel. Csak vigyázzunk, hogy egymásnak az életét, tehát így testvéri kapcsolatokban, gyülekezeti kapcsolatokban ne tegyük tönkre. Viszont, ha kimész, most így mondom, a gyülekezeten kívül a világba, evangélizálsz, akkor nyugodtan mondhatod, persze nézd meg, hogy kire teszed a kezed, akkor mondhatod azt, hogy figyelj, van beteg ott a házban, akkor imádkozok érted, hogy meggyógyuljál. De mondom, vigyázzál, hogy a szellemi erőket gondold át, hogy belemész-e, nehogy nagyobb gondba kerüljél a kézrátevés után, mint amiben előtte voltál. Tehát erre figyelni kell. De erről majd valamikor, ha úgy van, akkor lehet, hogy fogok beszélni a kézrátevésről, és ennek a szellemi jelentőségéről. Tehát a következő, az ötödik, ugye még itt hadd mondjak el, az abcsel, tehát apostolok cselekedete 28-ban, ugye itt még egy dolgot olvasunk a kéz rátevéssel kapcsolatban. Pál apostol, amikor Málta szigetén volt, és azt olvassuk a 28-8-ban, azt mondja, hogy annak a helynek a környékén voltak, pedig a sziget főemberének, név szerint Publiusnak mezői, jószágai, akik befogadtak minket, 3 napig nagy emberségesen vendégül látott bennünket. 8. verszak, azt mondja, lett pedig, hogy Publius apja hideg lelésben és vérhasban betegen feküdt, kihez Pál bement, miután könyörgött, a kezeit rávtette, és meggyógyította őt. Látjátok, hogy nem azt olvassuk, hogy nem tudom, mi történt, fél óráig a hitedet vald meg ilyen dolgok, hanem nagyon egyszerű dolog, Pál apostol könyörgött, Uram, gyere, Jézus nevében itt történjen gyógyulás, és akkor annyit csinált, rátette a kezét. Hasára,
vagy a fejére, rátette, és meggyógyult. Ennyi. Tehát az eredményt várjuk. És befejezésül az utolsót hadd mondjam el, az, hogy azt mondja, a hitből való ima, ugye ez a Márk evangéliuma, ez is közismert, de hadd mondjak el röviden erről is egy rövid den felolvasni. Márk evangéliuma 11:23-24. Azt mondja, mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, ugye ezt mondja Jézus a tanítványoknak, az apostoloknak, ha azt mondja valaki, nézd meg 22. verszakban, mit mond Jézus? Legyen bennetek Isten hite. Na jó, Károli az úgy fordította, hogy legyen hitetek Istenben. De az eredetiben azt mondja Jézus, hogy legyen bennetek az Isten hite. Most erre azt mondom, kösz szépen, most ezt hogy tudom megcsinálni? Érted? Legyen bennetek, azt mondja Jézus, legyen benned az Isten hite. Most ez hogy? Hogy? Mit csinál? Hogy legyen bennem? Mihez kezdjek? Tehát, és mi az Istennek a hite? Nézd meg, hogy azt mondja, mert. Tehát most elkezdi megmagyarázni. Hogy tud bennem lenni az Isten hite? Hogy tud működni bennem az Isten hite? És elkezdi megmagyarázni. Azt mondja, mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, ugorj a tengerbe. Szívében nem kételkedik, tehát nem a fejében, hanem szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Azt mondja, azért mondom nektek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz nektek. Tehát mit mond itt nagyon röviden, hadd mondjam el nektek. Tehát úgy kezdi el Jézus, hogy legyen, az Isten hite legyen bennetek. Tehát akkor működni fog, mert ugye itt az előzőleg Jézus megátkozta a fügefát, azt látták következő nap, először nem láttak semmi változást rajta, amikor kimondta Jézus ezeket a szavakat, semmi változást nem láttak rajta, de egy nappal később, 24 óra múlva viszont ez a fa kiszáradt. És csodálkozott rajta Péter apostol, mások is nézték, nézd, ez a fa, amit megátkoztál, ez kiszáradt gyökerestől. Erre azt mondja Jézus, az a válasz, legyen bennetek az Isten hite. Tehát használjátok, működtessétek az Isten hitét. De hogy? Erre azt mondja, megmagyarázza úgy, hogy beszélsz. Beszélsz, hiszel, beszélsz, és mit beszélsz? Azt mondja, bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, ha neked van hegy az életedben, most így mondva, mert ott nem volt így hegy, hanem ott a fügefa volt. Azt mondja, ha azt mondod ennek a hegynek, tehát a betegség az egy hegy az életedben. A szegénység az egy hegy az életedben. A rossz dolgok az hegyek az életedben. És azt mondja, hogy beszélj, kezdj el beszélni a hegyedhez. Ne a hegyedről beszélj másoknak, értitek? Tehát ne a hegyedről kezdjél el, ne a betegségedről. Mindenkinek elmondod, hogy fú, milyen rosszul érzed magad, milyen beteg vagy, milyen ez, milyen az, és a többi. Vagy ne a problémádról, hogy állandóan a problémádat. Mert lehet, hogy az az ember már ötödszörre mondod neki, lehet, hogy már nem is akar veled találkozni, mert már elege van, hogy ezt hallgassa. Tehát Jézus azt mondja, Isten hite nem így működik. Gondoljátok el, hogy először, amikor meglátták Istennek a hitét, vagy amit mond a Biblia, hogy működik Isten hite, az az volt, hogy sötétség volt a mélység színén, a vizek fölött és a mélységben, minden a földön, mindenhol sötétség volt, és Isten nem azt mondta a mennyei lényeknek, összehívta a mennyei tanácskozást, ott volt az Atya, a Fiú, a Szent Szellem, ott voltak az angyalok, és azt mondta volna Isten, hogy látjátok, milyen nagy sötétség van. Mit kezdjünk ezzel a sötétséggel? Fú, de nagy sötétség van. Ezt hogy oldjuk meg? Értitek? Tehát nem, azt mondta Jézus, nem a hegyről is az Isten, amikor gyakorolja a hitét, akkor ő nem a problémáról beszél. Nem a hegyről beszél, nem a sötétségről beszél,
hanem a sötétség beszól bele. Tehát beleszólja az Isten igéjét, a hegynek mondja, a sötétségnek mondja, hogy legyen világosság. Tehát a hegynehez kell beszélned. Ha vannak problémák az életedben, akkor beszélj a problémákhoz, szólj hozzá. Ne a problémádról beszélj másoknak. Ne arról beszélj, hogy egyre rosszabb, mert ha Isten is azt mondta volna, hogy fú, egyre sötétebb van, akkor egyre sötétebb lett volna, még az a sötétségnél is sötétebb lett volna, mint ami kezdetben ott volt, hanem vagy a kezdet után ott volt. Ha te a problémádról beszélsz, akkor csak mélyíted a problémát. Ha betegségről beszélsz, csak mélyíted a betegségnek a problémáját, vagy a helyzetét, csak mélyíted ott az életedben. Beszélj a betegséghez. És mit mondott Jézus? Azt mondja, azt mondja ennek a hegynek. Látod, mondani kell. Jézus azt mondja, beszélj, beszélj. Ne rossz dolgokat beszélj, hanem, de egy biztos, beszélned kell. Az Isten hite az beszél. Az nem csöndben van, nem csöndben ül, hanem beszél az Istennek a hite. És mit beszél? Azt mondja, kelj fel, ugorj a tengerbe. Látod, mit beszél? A megoldást beszéli. Nem azt mondja, hogy fú, milyen, ebből nem lesz megoldás soha, ez a hegy az mindig itt lesz. Hanem mit mond? Kelj fel, tehát a megoldást. Kelj fel, és ugorj a tengerbe. Ennyi. A betegséget is meg lehet szólítani, lehet mondani a betegségnek. Jézus nevében száradj ki, betegség, belőlem. Tűnj el, múj el a testemről. Tehát szólsz a betegségnek, a forrása, betegség forrása, apadjon el, száradjon ki a gyökere a betegségnek. Tehát szólni kell, ahogy mondta Jézus a hegynek, kelj fel, ugorj a tengerbe. Nem azt mondta Jézus, hogy beszélj akármit. Ennyit, kelj fel, ugorj a tengerbe. A megoldást mond ki. A megoldásról beszélj. A hitedet, amikor működteted, a megoldást. A hited mindig a megoldást mondja, nem az, hogy beragad a problémába. És utána mit mond? Szívében nem kételkedik. Látod, mert a hit kiszorítja, tehát nem úgy mondta Isten a sötétségnek, most mondjam, vagy mert nem mondjam ebbe a helyzetbe. Mi lesz, ha mégsem működik? Mert akkor ott a kételkedés. Értitek? Ez nem működik. Amikor Isten kimondta, hogy legyen világosság, akkor benne szemernyi kétség nem volt benne, hogy világosság lesz a következő pillanatokban, és a sötétség eltűnik. Tehát ebbe nem volt kétsége Istennek. Tehát amikor mondta, olyan szavakat mondott ki, amiben hit, nem amiben kételkedett, mert azért, mert azt hallottam, hogy ezt mondjam, hanem mély belső meggyőződésből, szívéből, és minden kétséget kizárva mondta az, hogy legyen világosság, és lett világosság. Tehát ugyanígy kell nekünk is szólnunk, nem úgy, hogy lehet, hogy lesz ebből valami, vagy mégse, lehet, hogy mégse lesz ebből. De próbáljuk meg, hát ha működik, tehát így nem fog működni. Akkor fog működni, ha nincs kétséged afelől, hogy amit most kimondasz, az ebben a pillanatban megtörténik. És erre mondta az Jézus, hogy meg lesz. Tehát azt mondja, szívében nem kételkedik, hanem hiszi, tehát mit csinál az isteni hit? Azt mondja, hogy csinálja Isten a hitével? Azt mondja, hiszi, hogy amit mond, tehát amikor mondja, tehát amit mond, akkor nyilván, amikor mondja, tehát amikor kimondja, akkor hiszi, tehát azt mondja, hogy hiszi, hogy amit mond, megtörténik. Mikor? Most, a jelenben, amikor mondja. Nem azt mondta, hogy meg fog történni, nem azt hiszi el az ember, amikor kimondja, hogy majd meg fog történni, hanem azt mondja, hogy hiszi, hogy amit mond, megtörténik, jelen időben. Amikor mondja, akkor történik meg. Amikor ezt elhiszi, hogy ott akkor
megtörténik, amit mond, hiába nem tapasztalja, hiába nem érzékeli, akkor is elhiszi, hogy ez most, ez megtörtént, megkaptam, megvan, most, és azt mondja Jézus, úgy fejezi be, meg lesz annak, meg lesz neki, amit mondott. Látod, Jézus is tudja, hogy ez majd lesz meg, tehát amikor fizikailag megtapasztaljuk, de ez akkor lesz, ha abban a pillanatban, amikor ki tudod mondani, akkor hiszel benne, hogy ott akkor megkaptad azt a dolgot. Értitek? Tehát ez a lényege a hitből való kérésnek, hogy most ragadtam meg, és most van meg ez a dolog, most történt meg ennek a hegynek a felkelése és beugrása a tengerbe, és ezt fogom megtapasztalni az életemben, a sorsomban, a jövőmben, hogy elkezd a betegség fizikailag eltűnni a testemből, és elkezdem megtapasztalni az egészséget, az erőmnek a megújulását a testemben. Tehát ez a hitből való ima kérés, vagyis szólás a hegynek, és nézzétek meg, hogy ugyanezt mondja a 24. verszakban, azért mondom nektek, amit könyörgésetekben kértek, tehát ezért, azt mondja, ezért mondom nektek, hogy a könyörgésetekben, amikor kéritek, azt mondja, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, tehát ott nyeritek meg, nem majd meg fogjátok nyerni, hanem ott kapjátok meg, amikor kéritek, akkor kapjátok meg, és azt mondja, úgy fejezi be, és meg lesz nektek. Tehát én ennyit szerettem volna mondani ma, viszont ezt is gyakoroljuk. Mondjátok utánam, mennyei atyám, Jézus nevében én hiszem, hogy amit most, ebben a pillanatban kérek tőled, és szóluk, az most történik meg az életemben. Nem majd meg fog történni, most kapom meg azt. Most történik meg. És ezt fogom megtapasztalni a jövőmben. Én most Jézus nevében, ezzel a hittel, minden kétséget kizárva, Jézus nevében, azt kérem tőled, és hiszem, hogy ezt most, amikor kérem tőled, megkapom. Én azt kérem tőled, és most mondd, amit kérsz tőle, de hittel, megtörténik. És mennyei atyám, köszönöm neked, hogy most megkaptam a gyógyulásomat. És köszönöm, hogy ezt meg fogom tapasztalni a Jézus nevében. Amen. Tehát köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy velem tartottatok, itt voltatok velem, és szép estét, jó éjszakát kívánok nektek, és legyetek jó egészségben, és áldás legyen az egész családotokon, otthonotokon, jó előmenetektek legyen anyagi életetekben, egészségben, minden jó megvalósuljon az életetekben, és én azt kívánom, hogy minden, amitől az ördög megfosztott az életetekbe, és megrabolt, és ellopott, aznak a hétszerese jöjjön be az életetekbe a Jézus nevében. Amen. Sziasztok!